Sziasztok! Üdvözöllek titeket ebben az új horgoló iskola videóban, mely egy nagyon szép tavaszi kendőt hoztam nektek, nagyon klassz lyukacsos mintája van, ez megint egy C2C minta lesz, ezúttal viszont olyan sorok is vannak a mintában, amelyekben csak lyukak vannak, pontosabban láncszemsorok. Nagyon egyszerű és nagyon gyorsan meghorgolható, kevés fonal kell hozzá, úgyhogy most megmutatom nektek a fonalat, a tűt és a minta pontos elkészítését. Nos, kezdjünk is hozzá a Creative Cotton Flecky Fleece fonallal, 100 g-os és 250 méteres a gombolyag, tehát viszonylag hosszú a fonal. És egy nagyon aranyos fonalról van szó, citromsárga fonal, de vannak benne ilyen színes részek, nekem nagyon tetszik. 75%-ban pamutból áll, a nevében is benne van ugyebár, hogy cotton, 13%-ban pedig akrilból és 12%-ban gyapjúból áll. 3,5-4-es tűt ajánlanak hozzá, én viszont egy kicsit nagyobb tűt fogok hozzá használni, már itt is van a kedvenc tűm, a 6-os. Vagyis én nagyon lazán fogok horgolni. Kiveszem a címkét a fonalból és megkeresem a fonal elejét a gombolyak közepén. Megkeresem még nektek a színkódot, ami a 8-as. Igen, azt hiszem, a többi fontos információt már elmondtam a fonalról. Félreteszem a címkét, és megkeresem a fonal elejét. A fonal vége már itt is van, viszont én nem kívülről, hanem belülről szeretném elkezdeni a gombolyagot. Viszont nagyon jól megvan oldva, hogy kívülről nem bomlik le a gombolyag. Rendben, meg is van a fonal eleje, ahogy már mondtam is, apró szakaszonként változik a fonal színe, nagyon aranyos a fonal, az alapszín citromsárga, és van benne kék, zöld, pink, ibolyakék, igazi tavaszi színek. A mintát egy 6-os láncszemsorral kezdem, először is felveszem a fonalat a tűre. Rendben, 1, 2, 3, 4, 5 és 6 láncszem. Szerintem nagyon jól lehet horgolni ezt a fonalat ezzel a tűvel, és egyáltalán nem tűnnek túl nagynak a szemek. Lehet, hogy mégsem lesz túl laza a munkám, mert pont jól lehet vele horgolni. Leoltok a tűtől lévő negyedik szembe, és horgolok egy egyrehajtásos pálcát. Mellé jön még egy egyrehajtásos pálca, és az utolsó szembe is jön egy egyrehajtásos pálca. Tehát összefoglalom, 6 láncszemet vettem fel, visszamentem a tűtől lévő negyedik szembe, horgoltam egy egyrehajtásos pálcát, illetve a mellette lévő két szembe horgoltam még egyet-egyet, és itt oldalt ugyebár a 3-as láncszemsor van. Eddig ennyit horgoltam, ezután megint 6 láncszemet veszek fel, megfordítom a munkámat, ráhajtom a fonalat a tűre, leültök a tűtől lévő negyedik szembe, minden sort így fogok majd kezdeni, és már megyek is tovább, egy egyrehajtásos pálcával, még egyel és még egyel, tehát összesen 3-mal, és ezután szinte automatikusan egymásra dől ez a két rész, ezért leöltök ide a láncszemsor köré, és ide horgolok egy kúszó szemet. Majd utána 1, 2, 3 láncszemet, és a láncszemsor köré horgolok még 3 darab egyrehajtásos pálcát is. 1, 2 és 3. Fonalnak a tapintása is nagyon jó, egyébként nagyon kellemes, puha, kicsit talán érződik benne a gyapjú. Rendben, most jön a harmadik sor, megint 6 láncszemmel kezdek. Megfordítom a munkámat, és most jön egy kis változás az eddigiekhez képest. Először meghorgolom ide a 3 darab egyrehajtásos pálcát, ahogy eddig is tettem. És összekötöm az egészet itt egy kúszó szemmel. Most viszont egy 6-os láncszemsort horgolok, ez egy ilyen íves rész lesz, nem pedig egy csomag. Leöltök ide, és horgolok egy kúszó szemet. És már itt is van ez az ív. Ide
kívülre horgolok még egy csomagot, tehát először felveszek 3 láncszemet, utána pedig horgolok 3 darab egyenhajtásos pálcát. Minden páratlan számú sorban így fogok horgolni. A következő, a negyedik sor páros számú lesz, ezért oda meghorgolom a teljes csomagokat. Jöhet tehát a negyedik sor, 6 láncszemet veszek fel kezdésnek, megfordítom a munkámat. Ráhajtom a fonalat a tűre, leöltök ide a láncszem sorba, és horgolok ide sorba egymás mellé 3 darab egyenhajtásos pálcát. 1, 2 és 3. Ezután jön egy kúszószem. Most megint 3 láncszem magasítást horgolok. És ide a láncszem sor köré horgolok 3 darab egyenhajtásos pálcát. 1, 2 és 3. Most megint lesz egy kis eltérés a korábbi sorhoz képest. Most ide az ív negyedik szemébe öltök le. Ide horgolok egy kúszószemet. Felveszek 3 láncszem magasítást, és most ide a láncszem sor maradék része köré horgolok még 3 darab egyenhajtásos pálcát. Tehát 1, 2 és 3. Ha megvan mind, akkor felveszek egy kúszószemet, felveszek megint 3 láncszem magasítást, és megint 3 darab egyenhajtásos pálcát horgolok ide kívülre. Rendben, ez meg is van. Most így néz ki a munkám, és ebben már benne is van az első lyuk. Ez tehát az első olyan hely, ahol nem egy csomag van, hanem ez a lyuk van a csomag helyett. Ez a harmadik sorban van, ami a negyedik sor után már is jobban tud érvényesülni. Megyek tovább egy páratlan számú sorral, mégpedig az ötödikkel, megint 6 láncszemmel kezdem a sort, és megfordítom a munkámat. A külső részt mindig a szokásos módon horgoljuk, hogy stabil legyen a kendő oldala. A láncszem sor után tehát 3 darab egyenhajtásos pálcát horgolunk. Ha megvan mind, 1, 2 és 3, akkor ide horgolunk egy kúszószemet, majd jön a 6-os láncszemsor. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Itt összekötjük egy kúszószemmel, utána megint 1, 2, 3, 4, 5 és 6 láncszem. Itt már 2 hely lesz, amit egy ilyen ível áthidalok, és ide jön egy harmadik is, 4, 5 és 6 láncszem, és természetesen minden további páratlan sorban 2-vel több ilyen átívelő rész lesz. Soronként 1-jel több ilyen csomag lesz, így a páratlan soroknál 2-vel többel kell számolnunk, mert köztük vannak ugyebár a tömött sorok. Ide jön egy kúszószem, majd a szokásos módon horgoljuk meg a külső részt, 3 láncszem és 3 darab egyenhajtásos pálca. Rendben. Eddig így néz ki a munkám, egy kicsit még furán mutat, de mindjárt stabilabb lesz, mert a következő sort is meghorgoljuk, amiben minden csomag meg lesz horgolva. 6 láncszemmel kezdünk. Megfordítjuk a munkánkat, és már horgolok is visszafelé. Ráhajtás, leültés, egyenhajtásos pálca, egyenhajtásos pálca, egyenhajtásos pálca, kúszószem, aztán ide megint egyenhajtásos pálcák jönnek a láncszem sor köré, ez a szokásos csomag,
ezek után jönnek a láncszemsorok. Itt a negyedik szembe öltünk le. Majd egy, kettő, három láncszem magasítás, és közvetlenül mellé jön egy, kettő és három egyrehajtásos pálca. Hogyha ez megvan, akkor megyünk is tovább. Itt megint a negyedik szembe öltünk le, horgolunk egy kúszószemet, majd három láncszem magasítást, és közvetlenül mellé jön három darab egyrehajtásos pálca. Három láncszem, és mellé három egyrehajtásos pálca. Ide megint egy kúszószem jön, majd megint három láncszem magasítás, és mellé három darab egyrehajtásos pálca. Megvan mind, most már jobban látszanak a lyukak, kicsit stabilabbak így. Akkor látszanak igazán jól ezek a lyukak, ha már meghorgoltuk rájuk a következő sort is, így rögtön jobban néznek ki. Most így horgolok tovább, a páros számú sorokban minden csomagot meghorgolunk, a páratlan számú sorokban pedig csak oldalt horgoljuk meg a csomagokat, középen lyukak lesznek. A következő sorban megint a lyukak következnek, itt középen lesznek ezek a lyukak, tehát itt fent már 1, 2, 3, 4, 5, igen, 5 ilyen íves rész lesz, az utána lévő sorban pedig végig csomagokat horgolok, tehát mindig felváltva horgolunk. Nos, időközben szép nagy lett a kendő, nagyon gyorsan lehet vele haladni, hiszen a sorok felénél csak láncszemsorokat horgolunk, tehát viszonylag gyorsan lehet horgolni, haladni vele. Nagyon szép mintát kaptam, itt láthatjátok, nagyon könnyű és nagyon gyors projekt. Most körülbelül 150 cm-es a hosszabbik oldal, tehát tényleg egy nagy kendőről van szó. A kendő fele csak lyukakból áll. Mivel mindig leöltöttem a negyedik szemekbe, ezért eléggé stabilak ezek a kis csomagok. Egy nagyon szép és egyenletes szerkezetet kaptam, és itt fent a lezáró sor ilyen cikcakos, itt van tehát akkor a háromszög csúcsa is, ahová még kell két darab egyrehajtásos pálca, ezt gyorsan meg is horgolom. Egy darab egyrehajtásos pálca már van, és még kettő jön ide mellé. Rendben, ez meg is van, most már elvágom a fonalat, és hogyha ez megvan, akkor kihúzom, és majd még elvarrom. Maradt még ki fonalam, szóval akár még nagyobbra is horgolhattam volna a kendőt. Ezzel a technikával viszonylag lassan fogy a fonal. Ezt a lenti fonalvéget még el kell varrnom, illetve még itt oldalt is, ezért is jó ilyen hosszú gombolyagokat horgolni, mert kevés munka van az elvarrással. Elvarrás után már kész is leszek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó és a horgolási útmutató. Ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, a feliratkozás gombra és a kis csengőre. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!